A török időkben a lakosságot nem csak a pogány hódítók, hanem a zsold nélkül maradt végvári vitézek és a kóborló szabad hajdúk is zaklatták. Gyakran megsarcolták, kirabolták a népet, hatalmaskodva garázdálkodtak. Főleg a gazdag marha kereskedőket fosztogatták, akiket a nép törökösséggel vádolt, és sokszor nem alaptalanul. Nem véletlenül hízott a tőzsérek bugyellárisa. Hasztallal lépett fel a fosztogatók ellen a nádor. Azok évente többször is megjelentek és öltek, raboltak, erőszakoskodtak. A legemlékezetesebb eset az volt, amikor Balassa Bálint legényei portjára indultak. Nem számoltak azonban a törökökkel, akik lesben vártak rájuk. A csólyosi Kun puszták földje homokos, így amikor a magyar vitézek menekülőre fogták, a lovak megakadtak a homokban. A törökök 900 magyart vágtak le, s az ütközet a csólyosi csatanéven híresült el. Ezzel azonban nem lett vége a fosztogatásoknak. A parasztok összefogtak, s megpróbáltak a rablóhad ellen védekezni. Egy írástudó deákkal levelet irattak, amelyben megfenyegették a vármegyét. Ha nem vizsgálja ki a panaszaikat, a királyhoz fordulnak, s ha az sem segít, saját kezükbe veszik az ügyet. Mivel a levélnek semmi foganatja nem lett, 1663 tavaszán gyűlést tartottak a Kunszent Miklós közelében található Fekete Halmon. Jöttek a parasztok Fülöpszállásról, Izsákról, Tasról és a környező falvakból. Az összegyűltek megalakították a paraszt vármegyét. Kötelezték a tagokat, hogy figyeljék a határt, mivel a fosztogatók a könnyen elhajtható és pénzé tehető marhákat és lovakat zsákmányolták leginkább. Ha állatokat hajtó idegent látnak, fel kell őket tartóztatni, és megtudakolni tőlük az állatok származási helyét. No, erre már a vármegye is ráharapott. A nagyurak még örültek is neki, egy gonddal kevesebb. Csak azt kötötték ki, hogy a parasztok önhatalmulag nem bíráskodhatnak és fegyvert sem viselhetnek, kivéve a fokost. Ha rablást vagy fosztogatást tapasztalnak, a 12 főből álló cirkálónak kell közbelépnie. Ha ők is kevésnek bizonyulnak, jelenteni kell a vármegyének vagy a budai pasának. A parasztok nagy hévvel kezdtek neki a felkészülésnek. A falvak határában megfigyelő pontokat alakítottak ki. A legalkalmasabbak erre a határhalmok, más néven a kunhalmok voltak. Hajdanán ide temették el a kun előkelőségeket. Ahol nem volt halom, ott megtette egy magas nyárfa. Ahol nem nőtt fa, oda messzebbről hoztak kivágott, vékony nyárfa törzseket. A látófa két oldalára lyukakat fúrtak, s karvastagságú ágakat dugtak belé, majd leásták a földbe. A létraszerű alkalmatosság tetejéről aztán messzire láthattak. Ha feltűnt a fosztogatók által keltett porfelhő, tüzet gyújtottak. Így adták tovább a hírt a többi őrszemnek, a parasztok pedig felkészülhettek a nem várt vendégek fogadására. Egy nap a kecskéség kisebbik fia volt az őrszem. Unatkozva gunnyasztott a látófa tetején. Egy atyafia, aki a földjére ment kapálni, odaszólt neki. Olyan vagy, mint egy ázott varjú! A gyerek, hogy elűzze unalmát, a repülő madarakat leste. Látott magasan körözni két őjvet. Aztán feltűnt egy sas, de túl messze volt. Ahogy meresztette a szemét, porfelleget vett észre a távolban. No, ezek biztos nem madarak, gondolta, és sebesen lemászott a látófáról. A fa mellett szalmabogja állt. A legényke ügyesen tüzet csiholt, a száraz szalma rögtön lángra kapott. A füstjét észrevették a többi helyen, készülődhettek a hivatlan vendégek fogadására. A füstöt Kunszent Miklóson is látták. A férfiak abba hagyták a munkát, és szaladtak, hogy elővegyék a kiegyenesített kaszákat, vasvillákat. Nem kellett félteni ezeket a csavaros eszű kunokat. A vármegye csak a fegyverviselést tiltotta meg, a szerszámokra nem vonatkozott a rendelet. Mikor megérkeztek, a falu felkészült a lovasok fogadtatására. Majd 30-an lehettek, s kóborló végvári vitéznek nézték őket. Talán Gyuláról jöttek, talán Egerből. Nem számítottak ellenállásra. Nézzétek a hős parasztjait! Röhögött fel kényszeredetten a kapitány, mikor meglátta szemközt a felsorakozott sereget. Hisz még szabályos csatasorba se tudnak állni.
s azzal kivonta a kardját. Tisztuljatok innen! Összeszedünk pár dolgot, és már itt sem vagyunk. Mindenki jól jár. A karthoz is úgy ért, mint a beszédhez. Lépett ki az összegyűlt parasztok közül egy megtermett legény. A kunszentmiklósi Erős Miklós a szülőfaluja után kapta a keresztnevét. Vezetékneve is találónak bizonyult, mivel már siheder legényként nem volt nála erősebb a pusztában. Fiatal kora ellenére aratáskor ő volt az első kaszás, s az ökröket puszta kézzel taglózta le. Egyszer elsüllyedt a homokban egy szekér, s a két ökör meg sem bírta mozdítani. A tanácstalan parasztok szét akarták szedni a szekeret, hogy darabokban vigyék át a homokos részen, mire Miklós fogta az ökrök szarvát, egyedül kirángatta a kocsit. A kullegényt még a nagyapja tanította meg a fokos forgatására. Hiába vagy olyan erős, mint egy bivaj, okította az öreg. Ügyességre is szert kell tenned. Mint utóbb kiderült, a legény nem csak erős, de ügyes is volt. Mesterien megtanult bánni a fokossal. Meghökkent a kapitány, amikor Miklós elébe áll, de meghökkentek a vitézei is. Ilyen szemtelen paraszttal még soha nem volt dolguk. Nézzenek oda egy lovag, a paraszt vármegye parasztlovagja, folytatta a kapitány a gúnyolódást, mire vitézei felnevettek. Aztán mit akarsz, öcsém? Bajvívást, nézett Miklós egyenesen a kapitány szemébe. No, erre aztán hangos kacagásba törtek ki a katonák, még a könnyük is kicsordult. Komolyan gondoltam, szólt a legény csendesen, de határozottan. Ha ennyire meguntad az életedet, hát legyen, s azzal a kapitány leugrott a lováról. Tágult a nép, helyet hagytak a viaskodóknak. A kapitány felemelte kivont kardját, hogy lesújtson a fegyvertelen legényre. Ekkor fügyszó harsant, s egy fokos repült pörögve a levegőben. Miklós nagyapja dobta oda. A legény ügyesen elkapta, majd ugyanazzal a mozdulattal rácsapott a kapitány kézfejére úgy, hogy a kard rögtön kihullott belőle. A vitézek felkiáltottak, s kivonták a szabjáikat. A parasztokat sem kellett félteni. Ők is felhördültek, és előrántották kiegyenesített kaszáikat. Így állt egymással szemben a két csapat. Ekkor puskalövés dördült, és a 12 cirkáló a vármegye emberével bevágtatott a faluba. Ők is látták a jelzőtüzet. A végvári vitézeknek két lehetőségük maradt. Az egyik, hogy felveszik a harcot velük. Ebből azonban komolyabb bonyodalom is kerekedhetett volna, hisz itt volt a törvény hivatalos embere is. Nem beszélve arról, hogy a cirkálókkal megerősödve változtak az erőviszonyok. A másik lehetőség, hogy kereket oldanak. Emellett döntöttek. A kapitány a sérült kézfejét szorongatva visszaült a nyerekbe, és embereivel szégyen szemre elvágtatott. Még a kardját is otthagyta. A parasztok közben mindenről beszámoltak a cirkálóknak. A hadnagy lehajolt a kardért, és átnyújtotta Miklósnak. Nekünk tilos a fegyverviselés, hökkent meg a legény. Nem is azért adtam, hogy használd. Húzta össze a szemöldökét a kapitány tettetett felháborodással. Csak próbálgasd! S azzal rákacsintott a legényre. Aztán, ha már valamennyire kitanultad, keresd meg a vármegye házán. Talán tudnék neked munkát szerezni.